Jó reggelit mindenkinek! Kawasaki Z1000. Szelep hézagok ellenőrzése. Itten már a tulaj mondta, felhívta a figyelmet, hogy ő ezt már leszette, mert folyt neki az olaj, és felszilózta, és egyből nem folyt neki az olaj. Ezt most elpucoltam. Én is így fogok tenni. Utána ezek a gyertyák ki lesznek cserélve, két gyertyacserét, itt is látszik, hogy visszatette, bezsírozta a gumikat, hogy szépen. Ugye nem az, hogy csak becsúszik, ugye a vizet is megfogja, és nem engedi be a gyertyához, és nem rohadt szét a gyertya. Ha szarrá mosod. Ezeket nem tudom, hogy ki pucolta ezeket az után égetős szarokat, ki lesz pucolva. De egyébként úgy, hát látszik, hogy már volt szerelgetve, de normálisan volt végül is hozzányúlva. Még lesz rajta egy injektor szinkron és egy kuplung, ami még érkezik. Egy kuplung szett, ugye kopó, meg fémlamella, meg rugó, meg azt hiszem tömítés is van hozzá. Ki lesz ezek így egybe cserélve, mert azt mondja, hogy már elcsusszangat a kuplungja a Z1000-nek. Egyébként a tulaj tartja karban, ő polírozgatja a kerekeket, ő csinálta meg, meg úgy mindent úgy, de úgy ahhoz képest tényleg karban van tartva a motor, visszakerült rá a gyári kipufogó, mert egy Troubadours volt rajta, ezt leszette, visszakerült a kipufogó szelep is, ugye, az is itt be van kötve, és úgy gondolta, hogy akkor már egy szelephézag ellenőrzés, meg egy injektor szinkron, az dukál neki, utána ezeket fogjuk rajta elvégezni, meg még a kuplungot. Más azt hiszem, nem, nincs is más felírva. Ennyi. Sziasztok!